Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Március elején országos fodrászversenyt szerveztek Miskolcon, ahol egy kislelki fodrász első helyezést ért el. A verseny részleteiről, valamint pályafutásáról Jaksa Anikót kérdeztük. Március elején országos fodrászversenyt rendeztek Miskolcon, ahol Jaksa Anikó is megmérettette magát. Hogy sikerült ez a verseny? Hát ezen a versenyen, ez egy kézműves kupa volt Miskolcon, ezen első helyezett lettem, és a vándordíjat is sikerült elhoznom. Ami elég jó eredmény, szerintem az eddigi legjobb eredményem. Hát a verseny menete az tulajdonképpen úgy zajlik, hogy reggelre oda kell érnünk, beregisztrálni, aztán van versenykírás, az én versenyszámom az 12 óra 30-kor kezdődött, ez egy fél órás verseny, és hát a verseny ideje alatt tulajdonképpen egy kontyot kell fésülni, a modell az nem érhet a hajához. Hát ez a versenyzés az általában ugye egy hónap, két hónap, három hónapot vesz igénybe, tehát erre azért elég sokat készülünk, és 15-6 induló volt, pontosan nem tudom, és hát végül is elég nagy nevekkel versenyeztem együtt, úgyhogy elég eredményes versenyt zártam. Mióta foglalkozol versenyszerűen fodrászattal? 2012. augusztusában kezdtem el versenyezni. Az első versenyem az egy kontyépítő verseny volt, és hát utána egy évig versenyeztem, aztán volt egy év kihagyás, és utána azóta végül is versenyzem. Ez egy 3 év versenyzés tulajdonképpen. 11 versenyem volt, 12, mert most volt az utolsó, az április 2-án Békés Csabán, és hát igazából ennyi. Korábban magyar bajnokságon is részt vettél, ezen milyen eredményt értél el, milyen volt az a megmérettetés? Tehát ez tavalyi év szeptemberében volt ez a verseny, ezen 3 számban indultam. Mennyasszonyi konyba mindig általában indulok, ezen felül indultam egy nyitott hajba, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy berakott hajból kell fésülni, ez viszonylag rövid idő, egy ilyen 20 perc alatt kell fésülni egy olyan frizurát, ami csak egy csat támaszthatja meg, és hát kell benne lenni ilyen technikai elemeknek, ebben első lettem. Aztán volt egy babafejes versenyem, egy alkalmi konty. Ez a két versenyszám, ez egymáshoz kötődik, tehát ez egy összetett verseny, 2 számból áll. És az alkalmi konty, ott is 25 perc alatt kellett a baba fejemen fésülni, ebben is első lettem, és hát 4 első helyezést hoztam haza, mert külön-külön is első lettem, az összetett kategóriában is első lettem, és a divat kategóriában is sikerült elhozni az első helyezést. A fodrászkodás, ahogy említetted, áll konyfésülésből, konyépítésből, neked melyik, és miért épp az a kedvenced? Hát nekem a konyépítés a kedvencem, mert nagyon tág fogalom ez a konyépítés, tehát nem csak hajból állhat, hanem ebbe bármilyen alátámasztó elemet, előre készített díszeket tudunk berakni, és ez nagyon-nagyon látványos, és ez miatt tulajdonképpen tág a fantázia. Úgyhogy ez miatt nagyon szeretem. Melyik volt a legutóbbi versenyed, fodrászversenyed? Tehát Békés Csabán volt utoljára április 2-án a versenyem. Ez leginkább tanulók versenye volt Békés Csabán a helyi iskola szervezésén belül. Ez annyi érdekessége volt ennek, azt azért elmondom, hogy általában minden versenyünk egy ilyen csarnokba szokott lenni, vagy Pest túlnyomó részt, itt viszont egy árkádba volt, ez nagyon érdekes számomra, még ilyen versenyen nem voltam, sokkal lazábban
ment a verseny is, tehát hogy nem volt ez a szigorú kötött, tehát egy csomó nézelődő volt az árkádba, és rengeteg tanuló indult, sajnos kevés felnőttel indultunk, és hát ebben első lettem, itt mennyasszonyi kontyot fésültem, itt már ugyanazt a frizurát csináltam meg, csak színeiben más volt, mint a kézműves kupán. A versenyekre való felkészülés az hogy zajlik-e egy fodrásznál? Nekem van egy felkészítő tanárom, Tombászné Szemerédi Zsuzsának hívják Szegeden. Nagyon szerencsés vagyok, hogy nála tanulhatok. Ő világbajnokságokra jár és oktat, tehát ő már nem versenyez. Ő elérte már, amit el tudott érni, vagy el szeretett volna érni. És úgy zajlik, hogy kiírják a versenyt, és bemegyünk, vagy bemegyek, megbeszéljük, hogy ez a versenyre van-e nekem valami elképzelésem, hogyha van, akkor azt ő módosítja, vagy ha nincs nekem, akkor ő az, aki kitalálja a frizurákat, vagy a formavilágot. Itt a versenyek során tulajdonképpen nagyon fontos a modell kiválasztása. Nagyon szerencsés vagyok, mert egy pár nagyon ügyes modellel és szép modellel dolgozhattam együtt. Most jelen pillanatban a Süli Edinával voltunk versenyen. Az utolsó versenyen ott sajnos nem tudott eljönni, ott egy másik kislány volt, a Tóth Noémi volt a modellem. Ő is nagyon ügyes volt. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy ugye a modellválasztás nagyon fontos, az oktató nagyon fontos. Itt egy versenyen tulajdonképpen úgy nézik, hogy összhatás. Tehát nézik a modellt, nézik a hajat, nyilván elsősorban a hajat, nézik a ruhát is, nézik a sminket is. Sminkesemről szeretnék még pár szót beszélni. Egy Balázsai lányjal dolgozunk együtt, és szintén versenyző, nagyon jó eredményeket ér el, és akkor ugye mikor már kiforr a frizura, akkor ugye küldök át neki képet a ruháról, a színvilágról, és akkor ő kitalálja, hogy mi az, amit csinál, milyen sminket csinál. Tehát az összhatás nagyon fontos ebben. A felkészülés az úgy zajlik, hogy ugye bejárok az oktatómhoz, elejébe heti 2-3 alkalommal, tehát ahogy már kezdődik, vagy ahogy már közeledünk a verseny fele, ott már ugye elég sűrűn, és akkor ugye 4 órát azért úgy bent vagyok intenzíven. Hát azért az elég fárasztó, mondjuk, hogyha délelőtt dolgozom, vagy délután dolgozom, és délelőtt megyek be, úgyhogy kemény a felkészülés, de megéri, az eredmények azt mutatják, hogy megéri. Hogy tervezed a fodrászatot folytatni, mint versenyzés, mint pedig mondjuk így hétköznapi szinten? Hát a versenyzés az ugye... Most szeretnék majd, ugye azt kell tudni, hogy a versenyszezon az úgy van, hogy ősszel megkezdődik, és tavasszal bezárul. Úgy tűnik, hogy most volt hétvégén az utolsó verseny Érden, erre nem jutottam el, és azt hiszem, hogy majd szeptemberben kezdődnek a versenyszezonok, októberben. Hát amit előre láthatólag tudok, pontos időpontot nem. Hódmezővásárhelyen lesz egy verseny talán október vagy november, és arra mindenképp szeretnék, az ugye itt van. Magyar bajnokság is úgy gondolom, hogy lesz, és hát a Moszi az minden évben decemberben. Szeretnék eljutni ezekre, a felkészülés az biztos, hogy kemény lesz, mert ugye ilyenkor sokat kihagyunk, tehát tavasztól őszig azért úgy van pár hónap. És hát ezekre szeretnék majd eljutni a közeljövőben. Jótékonysági hajvágást szeretnék kezdeményezni itt Kisteleken. Sok városban történt már ilyen jótékonysági hajvágás, és úgy gondolom, hogy mi is csatlakozhatnánk ehhez. Ezek úgy tudom, úgy szoktak zajlani, hogy nem egy fodrász, hanem több, tehát egy összefogással, egy helyi összefogással, és hát az olyan gyerekek esetleg, akik hátrányos vagy rászoruló gyerekeknek szeretném ezt kezdeményezni. Pontos időpontot még nem tudok, mert nem konzultáltam még ezzel kapcsolatosan, de úgy az elképzeléseim szerint teljesen jó lenne, hogyha mondjuk ilyen gyereknap környékén lenne. Továbbá még filozofáltam azon is, hogy itt Kisteleken nem volt még fellépésünk,
hogyha esetleg lenne egy ilyen fellépés, ott is nagyon szívesen venném, hogyha esetleg olyan gyerekek meg tudnák magukat mutatni, akik esetleg mondjuk egy szalagtűző vagy egy általános iskolás bálon mondjuk nincs lehetőségükbe felvenni egy mennyasszonyi ruhát, és esetleg volna kedvük hozzá kipróbálni, akkor nagyon pozitívan venném, hogyha mondjuk egy ilyen modellem lenne, vagy kettő, vagy három, vagy esetleg divatbemutatóra is gondoltam még, hogy ezek a gyerekek esetleg egy helyi vállalkozók, esetleg butikjában ruhák felajánlásával, tehát ez megtörténne, de pontosan nem tudom, mert nem vagyok ebben annyira jártas, hogy hogyan működnek ezek, de úgy gondolom, hogy ez egy szép dolog lenne a város részéről, hogyha mondjuk lenne egy ilyen rendezvény is esetleg. Április 16-án közgyűlést tartottak Csengelén, melynek keretein belül együtt ünnepelték az immáron 25 éve működő polgárőr egyesületet. A polgárőrség fontosságáról Csengele polgármestere Kormányos Sándor számolt be stábunknak. Tőnk Csengelén egy polgárőr közgyűlésen, amin egyben ünnepeltük a 25 éves polgárőr egyesület alakulását. Mit tudsz mondani erre az eseményről? Szép jó estét kívánok, Kormányos Sándor vagyok, Csengele polgármestere. Nagy örömünkre szolgál, hogy azon kevés falu közé tartozhatunk az országban, akik büszkén mondhatják el, hogy 25 évvel ezelőtt az itt élő emberek felismerték annak lényegét és annak komolyságát, hogyha ők vigyáznak és odafigyelnek saját magukra, akkor mind a családtagjaik, mind pedig a falujuk egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb község lehet. Ez miatt 25 évvel ezelőtt megalapították a polgárőr csoportot, és azóta is folyamatosan működik. Az élet, az idő változott közöttük, körülöttük, de ők nem igazán adták magukat. Változtak a betörési formák, változtak a besúranó tolvajok, közben elkészült az autópálya. Ez mind-mind-mind egy új helyzetet generált, egy új helyzetet alakított ki. Ők viszont mindig tudtak hozzá alkalmazkodni, és mostanra elérték azt, hogy Csongorád megyében úgy hiszem az egyik legjobb számokkal rendelkező települések közé tartozunk. Ez azt jelenti, hogy éves szinten 9 bármilyen betörés vagy bármilyen problémás eset jelenik meg. Az összes többit ők kiszűrik, illetve segítséget nyújtanak abban, hogy ezek az események ne történjenek meg. Folyamatosan végzik minden évben a munkájukat. Ez áll abból, hogy amikor iskola kezdés van, akkor az iskola előtt vigyáznak, odafigyelnek a gyerekekre, irányítják a forgalmat, vigyáznak arra, ameddig a kicsik megtanulják azt, hogy hogyan mehetnek át az úton, de megemlíthetem azt is, hogy ott vannak mindig november 1-én a halottak napján, amikor más nyugalomba és a békét szeretné, akkor vannak néha olyan emberek, akik autóföltörésekkel zavarják meg, illetve viráglopásokkal zavarják meg ezt a meghitt nyugalmat. Az ő jelenlétük biztosítékot jelent arra, hogy ezek évek óta most már nem történnek meg Csengelén. Arról nem is beszélve, amikor a nagy rendezvényeink vannak, mindig számíthatunk rájuk, mindig ott vannak. Itt gondolok a falunapokra, nőnapi bárra, és sorolhatnám még minden olyan rendezvényünket, ahol megfelelő irányításra, szaktudásra és segítségre és kommunikációra van szükség. Ők azok, akik fogadják a Csengelére érkezőket, elirányítják a faluba, illetve a problémás eseteket megoldják. És azok az esetekben is számíthatunk rájuk, mint ami tavaly is történt 2015. május 6-án, amikor egy katasztrófa helyzet alakult ki Csengelén. Ebben ők folyamatosan ott voltak, segítettek, és nagyon nagy részük volt abban, hogy jelentős, komolyabb sérülés és komolyabb probléma nem történt. És mellesleg folyamatosan ott vannak a rendőrség mellett, segítséget nyújtanak a munkájukhoz, és szinte együtt lélegeznek az itteni kisteleki őrsel. Április 9-én bababőrzét szerveztek Kisteleken. A környező településekről érkeztek szülők, akik nagy választékkal várták vásárlóikat. Az esemény részleteiről Gubáné Jó Enikőt kérdeztük. Április 9-én baba, gyermek és játék bőrzére került sor itt a Kisteleki Általános Iskola aulájában. Honnan jött ez az indítatás, illetve mi volt ennek a rendezvénynek úgymond a célja? Az indítatás onnan jött, hogy jó magam, mint kisgyermekes anyuka és nagyon sok társam, eljártunk a környező településekre elárulni a gyerekeink kinőtt, de nagyon jó minőségű ruháit, vagy már éppen nem annyira használt játékait,
Igazából Kisteleken volt már ilyenfajta kezdeményezés, a KIPKOP biztos kezdett gyermekház részéről. Az egy kisebb rendezvény volt a kollégium udvarán, de a környező településekről hozott tapasztalatainkat szerettük volna kamatoztatni, és egy központi helyen, egy zárt területen szerettünk volna egy nagyobb bőrzét megszervezni, ami több embernek az igényét ki tudta elégíteni. És kik vettek részt ezen már, mint kik voltak azok, akik árulták a ruhákat, illetve a játékokat? A bőrzéknek külön hangulata van. Igazából a jó bőrze véleményünk szerint az, amikor anyukák, kismamák úgymond első kézből árulják a gyerkőceik már nem használt dolgait. Igazából nem preferáljuk a viszont eladókat, hiszen ennek a rendezvénynek éppen az a célja, hogy anyukák egymás között tudják lebonyolítani a kis üzleteiket. Ennek az a módja, hogy amikor egy bőrze meghirdetésre kerül, úgy, mint a miénk is meghirdetésre került, hagyunk egy határidőt, amikor az eladók jelentkezhetnek. A bőrzéknek a forgalmát ilyenkor úgymond asztalokban mérik, ugyanis egy-egy eladó, ugye itt az eladó mögöttén anyukát, apukát, szülőt, nagyszülőt értek, le tudja foglalni az asztalt. Ilyenkor egy-két asztalt szoktak lefoglalni. Mi is azt preferáltuk, hogyha valaki egy vagy két asztalt foglalt, ugyanis a környező településekhez képest a mi rendezvényünk annyiban is más volt, hogy a nagy összefogásnak köszönhetően mi ingyen tudtuk ezeket az asztalokat adni, tehát részvételi díjat nem kellett, vagy asztaldíjat nem kellett kérnünk az eladóktól. Így, hát ha asztalokba mérjük, akkor több mint 60 asztalon több mint 30 szülő árulta a portékáit. És mekkora sikere volt, milyen volt a visszhangja ennek a kezdeményezésnek? Én úgy gondolom, hogy jó volt. Nyilván egyértelműen én a több mint 30 eladó nevében nem tudok beszélni, mert azért mindig van olyan, aki kicsit többet árul, aki kicsit kevesebbet árul. Sajnos volt olyan, akinek nem sikerült eladni egyetlen dolgot sem, viszont mondjuk a mellette lévő asztalnál meg nagyon jól mentek a dolgok. Hát sajnos a bőrzék ilyenek, van, akinek jól sikerül, van, akinek nem, de én úgy gondolom, hogy összegezve egy nagyon jó hangulatú, és mindenek előtt egy nagyon jó minőségű bőrzét tudtunk összehozni, de szeretném elmondani, hogy ez nem csak az én kezdeményezésem. Az alapötlet az a Ringató családi napközi vezetőjétől, Kautsky Gyöngyitől ered. Ő keresett meg engem azzal, hogy nem-e szerveznénk egy ilyen bőrzét. Mi megkerestük a KIPKOP biztos kezdett gyermekházat, és ők is csatlakoztak hozzánk. És vannak már tervek esetleg újabb ilyen bőrzére? Természetesen. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ennek úgy lenne értelme, és nagy álom volt az, hogy mi megvalósítjuk azt mondjuk, amit a nagy magyarországi Baba Expo, hogy lesz egy tavaszi és egy őszi bőrze. A nagy érdeklődésre tekintettel úgy néz ki, hogy ősszel is belefogunk egy bőrze szervezésébe, amelynek az előkészületeit már meg is tettük. Tehát ugye kisgyermekes szülők voltak azok, akik árultak, és esetleg, ha valaki elvitte a gyermekét magával, a gyermekek mivel foglalhatták el magukat? Nagy öröm volt ez számunkra, hogy a KIPKOP biztos kezdett gyermekház becsatlakozott a rendezvénybe, ugyanis ők felajánlották azt, hogy a gyermekeknek délelőtt programot csinálnak, tehát így azok a szülők is, akik árultak, vagy azok a szülők, akik vásárolni, nézelődni jöttek, addig biztos helyen tudhatták gyerkőceiket, hiszen a KIPKOP gyermekház munkatársai egész délelőttös programmal várták őket, sőt, sikerült megnyernünk egy lufi bohócot is, aki még az utcán is népszerűsítette rendezvényt. Jó napot kívánok, Gubáné Jó Enikő, címzetes rendőrőrnagy vagyok, és a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén történt eseményeket fogom ismertetni.
Az elmúlt hetekben arról számoltunk be, hogy a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén közúti közlekedési baleset nem történt. Sajnos ez a szerencsés időszak a múlt hét végén megszakadt, ugyanis 2016. április 23-án a kora esti órákban egy balástyai lakos a saját tulajdonát képező személygépkocsival szándékozott Kisteleken a Kékláng ABC parkolójából jobbra hátra menetben a Petőfi utcára kikanyarodni úgy, hogy nem győződött meg arról, hogy gépjárműve mögött előzőleg megállt egy kisteleki lakos, szintén a saját tulajdonát képező személygépkocsival. A figyelmetlen manőver következtében a tolatást végző jármű bal hátulja a parkoló jármű jobb hátsó ajtajának ütközött. Az ütközés során személyi sérülés nem történt, a járművekben dologi kár keletkezett. A szabálytalan hátramenetet végző személygépkocsi vezetőjét az intézkedő rendőr helyszíni bírsággal sújtotta. A kisteleki orvosi ügyelet tett bejelentést a rendőrségre, hogy szóváltást követően késsel szúrta meg rokonát egy férfi. A sértett súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A kisteleki orvosi ügyelet bejelentése szerint 2016. április 24-én 17 óra 20 perc körüli időben egy 36 éves férfi előzetes vita és verekedés után egy késsel megszúrta unokatestvérét. Az előzetes orvosi vélemény szerint a jobb lapocka alatt behatoló kés a mellőregbe jutott, ezért a sérülés életveszélyesnek minősülhet. A rendőrök őrizetbe vették a gyanúsítottat, aki ellen életveszélyt okozó testi sértés büntet megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A Csongrád megyei rendőr főkapitányság nyomozói az illetékes ügyészségen előterjesztést tettek a gyanúsított előzetes letartóztatásának indítványozására. Biztonsági intézkedés keretében szállítottak vissza a rendőrök egy pszichiátriai beteget 2016. április 21-én a kora délutáni órákban az Ópusztaszeri pszichiátriai otthonba, ahonnan az áporásra szoruló beteg férfi iratai nélkül távozott. A rendőrök Csengele külterületén találták meg az intézetből engedély nélkül távozott ápolásra szoruló beteg férfit. Következő interjúmban Polyák Gézát kérdeztük a Magyar Amatőr Darts versenyen, illetve más versenyeken elért eredményeiről. A márciusi második Nyílzápor kupán itt Kisteleken izgalmas meccsek voltak rengeteg kisteleki résztvevővel, akik tovább folytatják a versenyzést. Ők most hol és milyen versenyeken vesznek részt? Hát nagy örömömre szorgál, hogy ahogy szabadidőjük engedi, velem együtt azért részt veszünk több versenyen. Például Sejben Bérelor elmondanám, hogy ő az első szegedi amatőr darts kupán az első fordulján már rögtön a harmadik helyet megszerezte. Most néztem, hogy az áprilisban a második helyet foglalja az összetett pontszerző táblázaton, úgyhogy ez úton is gratulálok neki. Azon kívül még van egy Krejniker Ákos nevezetű játékosunk, aki szorgalmával jön velünk, ha éppen ráér. Ő már 17. helyet elért ott azon a versenyen. Azért ahhoz képest, hogy éppen 54 vagy 46 induló van, úgy gondolom, hogy az is elég szépnek számít. Azon kívül sikerült én nekem is indulni április 2-án ugyanezen a versenyen. Azt el kell mondani, hogy 54 nevezővel, szerintem ez rekordszámnak számít, amióta elkezdték ezt a versenyt. Sikerült megnyernem, úgy gondolom, hogy egész jó játékkal. Azt is hozzátenném még, hogy Prónai Gáborral játszottam a döntőt, aki itt már volt Kisteleken, az talán annak ismerős ez a név, mivel hogy ő nyerte meg az első Nyílzápor kupát. Így elmondhatjuk, hogy úgy gondolom, hogy elég rangos versenyt szoktunk rendezni, mivel hogy a Nyílzápor kupa első és első bajnoka, illetve a második bajnoka csapott össze Szegeden.
Úgy gondolom, hogy nagyon jó játékkal sikerült ott 5-4-0 akkor megvernem a döntőbe az adott pillanatba, akkor valahogy én nekem állt a zászló, de azt el kell mondani, hogy nagyon jó játékosról van szó, úgyhogy még bízok benne, hogy ezután is sokszor fogunk találkozni. Szegeden ez egy 8 fordulós verseny, 8 versenyt rendeznek, 8 versenynek a bajnoka az automatikusan bejut a szuperdöntőre októberbe, majd azt követően a 8, aki a táblázaton ugye a legtöbb pontot összeszedte, megszerezte, az első 8 jut be, így 16-an csapnak össze, október, pontosan nem tudom milyen dátummal fogják megrendezni, végén gondolom a Szeged legjobb amatőr dárcosa címért, és azt még el kell mondanom, nagy örömömre szolgálja, utol is gratulálok, hogy Sejber Béla most per pillanat áprilisban második helyen szerepel ezen a tabellán. Az első magyar amatőr dárc kupán is még versenyben vagy, akár a végső győzelemre is van esélyed, hogy látod a saját esélyeid a szuperdöntőn? Hát úgy gondolom, hogy nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy egyáltalán induljak-e, vettem a bátorságot és beneveztem, ami most volt április 16-án Szigetszentmihályon. Erről a versenyről azt kell tudni, hogy aki egy kicsit jártas a dárcban, a Sport 1 TV riportere Fülöp László szervezésében történik, amit általában a csütörtöki Premier League meccsek alatt ezt szokták is reklámozni. Erről a bajnokságról van szó. Ez is egy 8 fordulós bajnokság, és az első két helyezett jut be a döntőre, aminek ugye az a különlegessége, hogy a győztes, ugye itt is mindenki csak ez első visz, a győztest 3 napra kiviszik Londonba, és nem is akármilyen útra, mert az O2 arénába a Premier League május 19-i végső állomásán kap egy jegyet, ahol élőben nézheti a sztárokat. Hát úgy gondolom, hogy aki a dárcot kedveli és szereti, annak egy óriási élmény lenne, ha ide kijutna, hát számomra is természetesen. A döntőben találkozhatsz akár egy ismerős arccal is, mégpedig Szitás Gáborral, akit itt a Nyílzápor kupán már elvertél. Várod már azt a találkozót, vagy ő várja már azt esetleg? Hát azt el kell mondani, hogy kérdésedre rögtön válaszolva visszakanyarodnék egy kicsit. Először is ezen a versenyen most 25 nevező volt. Ennek a versenynek a minőségéről vagy arról szeretnék beszélni, hogy 25 játékos közt is, hogy milyen erőarány található, annyit szeretnék még elmondani, hogy ezen a versenyen 10 darab 180-as dobás történt, ezt 4 ember vitte véghez. Egyik versenyző, név szerint nem ismerem őket, ugye most találkoztam először velük, az egyik versenyző dobott 380-at, hála jó Istennek, nekem is sikerült, én is dobtam 380-at, azon kívül még 2 versenyző, 2 darab 180-at. Azon kívül még azt szeretném mondani, nem sok papír, de egy párat hazahoztam én is, ilyen 15 nyilas legek, abból is volt, vagy 2, 17 nyilas, ezek nagyon jó átlagnak számítanak. Szóval arról nem beszélve, hogy maratoni csaták voltak, mert mi a kétleges mérkőzésekhez vagyunk szokva itt Szegeden, itt pedig 2 set, 2 nyert legig mentek a mérkőzések, ami azt jelenti, hogy minimum 4 leget kellett nyerni az embernek ahhoz, hogy túljusson az ellenfelén. Ez hatalmas csatákra adott okot. Volt olyan, hogy 9 leget játszottam, és az utolsó nyíl döntött, ez megtörtént 2-szer is. Hát hála Jóstennek szintén megint engem segítve, így bejutottam, és második helyet meg tudtam szerezni, ami nagyon nagy öröm számomra, mert mivel május 7-én, szombaton 16 fővel meg fogják rendezni a döntőt, és ott fog eldőlni, hogy ki utazik Londonba. Ha minden igaz, már rajta vagyok nagyon, hogy szabad időm legyen, hogy rá tudjak készülni. Én úgy gondolom, hogy ha minden összejön, ha az ember egy kicsit fejbe rá tud készülni, technikailag is meg tudja oldani, én úgy gondolom, hogy akárki ellen lehet nagyon jó meccseket játszani. Még azt is el szeretném mondani, hogy a 2015-ös, amit a PDC Fan Club rendezett, országos amatőr verseny, ahol most pontosan számot nem akarok mondani, de több száz fölött volt az induló, 100 Bence nyerte meg, ő is benne van ebbe a 16-ba, úgyhogy el lehet képzelni, milyen csatákra lehet ott majd számítani. A most következőkben a rendőrség napja alkalmából megrendezett rendőrségi bemutatót tekinthetik meg. Kisteki rendőrkapitányság dolgozói szeretnének olyan taktikai és szituációs elemeket bemutatni, ami adott esetben tükrözheti azt, hogy a rendőri munkának azt a felületét, amikor konkrétan be kell avatkozni, akár bűnelkövetők elfogása tekintetében, akár egy akció végrehajtásában, akkor azt hogyan hajtják végre a kollégák. A feladatsorban 3
epizódot szeretnék nektek bemutatni, nektek és önöknek bemutatni. Ez egy piros lámpás gépjárműves elfogás, ami egy olyan taktikai elem, amikor egy körözött vagy egy ismert szemét kell elfogni, és egy adott városi szakaszon az közlekedik, akár a belvárosba, és a rendőrök előre készülnek arra, hogy a közúti forgalomnak megfelelően egy piros lámpás szituációba, amikor az elkövető a gépjárművével megáll a közúti jelzésnek megfelelően, akkor milyen taktikai elemmel hogyan lehet minél gyorsabban intézkedés alá vonni, adott esetben megakadályozni azt, hogy bármilyen fegyveres vagy egyéb erőszakos ellenállást tudjon tanúsítani a rendőrökkel szemben. Lesz egy másik epizód, amikor a gépjárműves elfogásának az úgynevezett német módszerét mutatjuk be. Itt már speciális manőverezést és speciális taktikai elemeket kell a kollégáknak alkalmazni, ahhoz, hogy meg tudják állítani az elkövetőket és a gépjárműket. Majd a harmadik szituációs elem az annyival bővül ki az előzőekhez képest, hogy egy menekülő embert kell elfogni, aki gépjárművel menekül. Speciális eszköz útzárat alkalmaz a rendőrség, ismeri az útvonalat, amelyik útvonalon közlekedni fog az elfogásra kiszemelt személy. Ennek megfelelően útzárat alkalmaz, tehát egy fizikai akadályt képez a rendőrség, hogy ne tudjon tovább haladni az elkövető. A jelen szituációs esetünkben azt a fikciót állítottuk fel, hogy tudjuk a gépjárműbe tartózkodó személyekről, hogy fegyverre rendelkeznek, tudjuk, hogy erőszakos cselekményeket követtek el, tehát a kollégáknak készülni kell. És akkor az első szituációt tekinthetitek meg. Természetesen a kényszerítő eszköz alkalmazásánál ruházat átvizsgálást hajtanak végre a kollégák. Ez egy nagyon fontos dolog és fontos eleme a további biztonságos szállításnak, hiszen meg kell győződni arról, hogy nincsen nála olyan eszköz, olyan szúróvágó vagy közbiztonságra veszélyes eszköz, amivel adott esetben a későbbiekben akár a rendőrökben is kárt tud tenni. A vezető megadja a jelzést, sikeres volt az elfogás, és nagy tapsot megérdemelik a kollégák. Természetesen ezeknél az előre tervezhető rendőri intézkedéseknél mindig nagyon fontos, hogy a rendőrség biztosítsa azt, hogy túlerőben legyen. Tehát nagyon fontos, amikor nem egy hirtelen váratlan helyzetbe kell intézkedni, akkor a rendőröknek mindig törekedni kell arra, hogy jelentős túlerőben legyenek, hogy egymás és ugye a környezetük biztonságát tudják garantálni. És a következő szituáció, rendőrök gépjárművel közlekedő elkövetőt speciális manőverrel fognak megállítani, és a veszélyes bűnözőt ismételten elfogják. Ezek a taktikai elemek a rendőrségen dolgozó kiképzett kollégákat a felkészítés során minden speciális elemre külön kiképezik, tehát biztonsággal kell tudni nekik a fegyvert, kényszerítő eszközöket alkalmazni, és a közös mozgásba egymást figyelve, és mondom a legeslegfontosabb, egymás és a környezet biztonságát garantálni.
áll. Ugye a következő szituáció az előzőhöz képest az a változat, hogy nincs felvezető rendőrautó, aki megállásra kényszeríti az üldözött autót, hanem egy bizonyos szakaszon már egy jó ideje üldözik az elkövetőt. Itt már az elkövető nem adja magát olyan könnyen. Azokban a taktikai elemekben a rendőröknek verbálisan is hatást kell kifejteni, és itt is az abszolút biztosítása fontos. És a határozottság természetesen, aminek a nagyon fontos eleme, hogy nem arra irányul, hogy sérülést vagy balesetet okozzon az elkövetőnek, hanem hogy nagyon határozott legyen az intézkedés, hogy esetleg még a gondolatot is a fejéből ki lehessen írtani, hogy ő neki itt most ellenállást kell tanúsítani. Meg kellett a ruházat átvizsgálást ugyanúgy csinálni, hiszen láttuk, kés volt nála, nem tudhatjuk bokatájékon, csípőtájékon, ruházatba elrejtve, testre felszerelve lehet-e, vagy van-e olyan eszköz, ami a továbbiakban akár a rendőrökkel szemben sérülést okoz. Mint látjuk, a gépjárművet is alaposan át kell vizsgálni, hiszen az információ meg volt arra nézve, hogy fegyveres, erőszakos elkövetőről van szó. Meg kell nézni, hogy van-e olyan egyéb eszköz, vagy rejtőzködő személy a gépjárműbe. Ha nincs, akkor a parancsnok jelzésére az előbbiekhez hasonlóan biztonságosan tudják az elfogott személyt a kapitányságra bevinni, a további nyomozási cselekményeket végrehajtani. És várunk a helyszínre, ha köszönjük egy tapsot szerintem megérdemelnek. És a harmadik szituáció, ugye a rendőrségnél alkalmazható kényszerítő eszközök közül a fegyver használat, ami a legsúlyosabbnak minősül. A harmadik szituációban jó eséllyel még arra is sor kerülhet, sőt valószínűleg sor is fog kerülni, hogyha esetleg hangeffekt van, akkor készüljön föl mindenki, ne ijedjen meg. Lehet, hogy lesz egy kis fegyverropogás. Természetesen gyakorló lőszereket alkalmazunk a bemutató során, hogy nem kell aggódni senkinek. Ebben a szituációban, mint mondtam, egy határzárat áttörő gépjármű és gépjármű vezetővel szembe fognak intézkedni. Ugye azért, hogyha a mai híreket hallgatva és a mai határhelyzetet nyomon követjük, akkor talán ez a szituáció nem is lehet annyira mesebeli. Tehát igen életszerű lehet az, hogy valaki jogellenesen akar a határon átkelni, és ebbe a szituációba kell vele szembe intézkedni. Ennek megfelelően, ahogy mondtam, a kollégák útzárat fognak telepíteni, és a fegyveres ellenállást fogják leküzdeni. Ebben a szituációban már a fegyvereket is elő kell készíteni. Természetesen, hogyha határmenti őrizetről beszélünk, akkor azért ott az éles fegyverek, az éles lőszerek és a fegyverek élesítése az a szolgálat során megtörténhet. Hogyha esetleg magasabb fokozatú védelmet rendelnek el,
akkor elé kerülhetnek a kézi, a pisztolyon kívül gépfegyver is, szolgálatba vihetnek ki magukkal a kollégák. Utasításra ebből az esetben egy nagyobb tűzerőt tudnak biztosítani. És akkor nézzük. Szöges fém alkatrész tulajdonképpen ez az útzár, amely az áttörés ellen, illetve magukat a gépjárműveket is úgy helyezik el, hogy a továbbhaladást megakadályozzák, és már fölveszik azokat a azt a pozíciót, amelyre egymást tudják biztosítani. És érkezik az üldözött személy, aki adott esetben... Dobjál! És ebben a szituációban bizony, sajnos a legsúlyosabb eszközt kellett használni. A parancsnok utasítására a személy meg átvizsgálása, meg kell nézni, hogy elérte a célját az intézkedés. Szerencsére sérülést okozott, szerencsére nem halálos, de sérülést sikerült okozni, ahol ellenállását sikerült megtörni. Ebben az esetben gondoskodni kell az elkövetőtől elvett fegyvernek a biztonságba helyezéséről, és továbbiakban is a támogató kollégáknak a helyszín biztosításáról. A ruházatvizsgálás, átvizsgálás ebben a szituációban sem maradhat el. És nem adnak lehetőséget arra, hogy az elkövető esetleg további ellenállást tudjon tanúsítani, és úgy viszik el. Igen, és utána ezt követően a gépjárműbe kell elhelyezni az elkövetőt. A vezető, a csoport vezetője figyeli, szemmel követi a feladat végrehajtását, és az ő utasításainak megfelelően lehet az útzárat újra összeszedni, aminek a használata továbbiakban nem szükséges. És jelzésére a feladatot be is fejezték. Látunk gépkarabély használatra is sor került, nagyobb tűzerőteret képvisel. Köszönjük szépen! Hát ez is hasonló taktikai elemek gyakorlása szükséges a rendőri állomány részéről. Szerencsére természetesen nem jelent ez napi tevékenységet, nem kell nap mint nap ilyen jellegű eseményekben részt venni, de az adott szituációkra fel kell tudni készülni és helyt kell tudni állni a kollégáknak. Tisztelettel köszönöm a figyelmet! Most következő mesefelolvasásunkban az Aranytarajos Kiskakas című orosz mesét hallgathatják meg kicsik és nagyok Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Az Aranytarajos Kiskakas. Orosz mese. Élt egyszer, éldegélt egy kandúr, egy rigó, meg egy aranyos tarajos kiskakas. Kiment a kandúr a rigóval az erdőszélre fát hasogatni. Otthon hagyták a kakaskát. Elmenőbe azért a lelkére kötötték. Messzire megyünk, jól vigyázz a házra, el ne kukorincs magad, ha jön a róka, ki ne lesz az ablakon. Megszimatolta a róka, hogy távol jár a rigó meg a kandúr, lóult a házikóhoz, és édes nótát fújdogált az ablak alatt. Kiskakas, te kiskakas, szép aranyos tarajos, kényes, fényes szárnyú, bársonyos szakálló, ábrázatod megmutasd,
adok neked rézgarast. Kidugta a fejét a kakaska az ablakon, nyakon csípte, karma közé ragadta a róka, és vitte a vacka felé. Jaj, veszékelt ám a kis kakas. Visz a róka, jaj, nekem hét határra fut velem. Hegyen át, réten át, erdőn, mezőn, éren át. Rigó, kandúr, segítsetek! Meghallotta ezt a Rigó és a kandúr? Utánuk eredtek, kiragadták a kis kakast a róka mancsából. Egy napon megint csak felszedelőzködött a Rigó meg a kandúr. Indultak az erdő szélre fát hasogatni. Meghagyták kakaskának igen szigorúan. De most aztán, kakaska, nagyon ügyelj magadra. Ki ne néz az ablakon? Most még messzebbre megyünk? Nem halljuk meg, ha kiabálsz. El is mentek. A róka meg csak úgy várt. Elholt a házikóhoz és rázendített. Kiskakas, te kiskakas, szép aranyos tarajas, kényes, fényes szárnyú, bársonyos szakálló. Ábrázatod megmutasd, adok neked rézgarast. Lapult a kakaska, egy mukot se szólt. A róka meg tovább folytatta. Gyerekek jöttek sereggel, búzát szórtak marokkal, fölkapkodták a tyúkok. Kakaskának mi jutott? De már erre aztán kidugta kakaska a fejét az ablakon. Kukurikú, az ám nekem mi jutott? Elkapta a róka, karma közé ragadta, inalt vele a vacka felé. Kiabált a kakaska, ahogy csak a torkán kifért. Visz a róka, jaj, nekem hét határra fut velem, hegyen át, éren át, erdőn, mezőn, éren át. Rigó, kandúr, segítsetek! Meghallotta a jaj veszékelést a kandúr meg a Rigó. Futott a kandúr, röpült a Rigó, a kakaska meg erősítésére, megfogására. Utolérték azt a hitvány rókát, karma közé ragadták, tépték, cibálták, csípték, vágták, ahol csak érték, hát nem kiszabadult a kakaska. Telt az idő, múlt az idő, hát egy napon. Harmadszor is elindult a Rigó meg a kandúr az erdő szélére fát hasogatni. Elmenőben nagyon szigorúan a lelkére kötötték az aranyos tarajos kis kakaskának. Ne hallgass a rókára, ki ne lesz az ablakon. Most még messzebbre megyünk, akárhogy kiáltasz, nem halljuk meg ám a hangodat. Azzal elindultak messzi erdő szélre fát hasogatni. De a róka ott termett, megint, és rákezdte az ablak alatt. Kis kakas, te kis kakas, szép aranyos tarajos, kényes, fényes szárnyú, bársonyos szakálló, ábrázatod megmutasd, adok neked rézgarast. Lapult a kakaska, kukkot se szólt, hanem a róka tovább folytatta. Gyerekek jöttek sereggel, mogyorót szórtak marokkal, fölkapkodták a tyúkok. Kakaskának mi jutott? Nem állhatta meg kakaska, kikukkantott az ablakon. Kukurikú, az ám, nekem mi jutott? A róka se volt ámrest, karma közé ragadta a kis kakas, és inalt fele a vacka felé. Hét határa hegyen át, réten át, erdőn, völgyön, éren át, kiálthatott a kiskakas, ahogy csak kifért a torkán. Bizony nem hallotta a szavát se a kandúr, se a Rigó. Mikor este hazatértek, hát hűlt helyét találták kakaskának. Futott a kandúr, röpült a Rigó, követték a róka csapását. Odaértek a rókajukhoz, kapta a kandúr a guszláját, pengette, zengette. Pendőzendő guszlám, szólj, aranyos húrocskám, bent fekszik-e róka komasszony meleg puha vackán? Felült már erre oda bent a róka, hallgatta, és azt mondta magában. Én bizony megnézem ki az, aki kint játszik ezen a szép hangszeren, olyan szépen pengeti, aki ilyen, ki az, aki ilyen szépen énekel. Fölcihelődött, kisombolygott, ekkor aztán elkapta a kandúr, ráröppent a Rigó, nekiálltak, tépték, rázták. Addig tépték, addig rázták, míg a róka el nem hordta az írháját. Kakaskát két pajtása beültette egy nyírva kosárba, és szépen hazavitte. Nyugodtan éltek, békén megfértek, ha élnek,
ma is megvannak. Hétfőn a Kistelki Sportcsarnokban került sor a 3. korcsoportos diákolimpiai megyei kézilabda 4-es döntő fináléjára, ahol a kistelki lányok a hódmezővásári csapattal mérkőztek meg. A most következőkben ezt a meccset tekinthetik meg. Yeah.
Thank you.
Vigyázzunk!
Nemrégiben zárult a Kistelki kábelgyár 12 millió eurós fejlesztésének első szakasza, melynek alkalmából nyílt napra és egy sajtótájékoztatóra is sor került, melynek több beszéd is elhangzott. A most következőkben ezeket a beszédeket tekinthetik meg. Honorable guests, ladies and gentlemen, your excellency. We are glad that you could accept our invitation to this event. I'm privileged to have the opportunity of greeting you in Kistelek today. On behalf of Mr. Fanciulli and of the entire management of Prismian, I respectfully welcome our distinguished guests, Eccellenza Dottoressa Maria Sintaracilli Sabatini, Ambassador of Italy, Mr. Sándor Nagy, Mayor of Kistelek, Signor Francesco Maria Mari, Vice President of the Italian Chamber of Commerce in Budapest, Mr. Esik Robert from the Hungarian Investment Promotion Agency and other representatives of the agency, professors from the Technical University of Budapest, the authorities who represent here today the Labour Office, and all our guests and our dear partners from all over the region. First of all, I would like to ask Mr. Bereznai, plant manager of Kistelek, to say his words of welcome. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Szeretnék mindenkit üdvözölni a magam és a kisteleki csapat nevében, itt Kisteleken, ebben a fejlődő, és hát biztos látták, amikor jöttek befelé ide az éttermünkbe, ebben a zöld gyárban. Idén 40 éves ez a gyár. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban sok partnerünket meggyőztük arról, hogy mi tudunk jó minőségben, jó áron kábel gyártani önöknek. Két éve gyakorlatilag elkezdődött nálunk egy újjászületés, új kábeleket fogunk gyártani. Például a gumikábelt már elkezdtük a tavalyi évben, az idei évben szeretnénk elkezdeni a tűzálló kábeleket, és úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk önöket győzni, hogy ezt is jó minőségben jól tudjuk önöknek gyártani. Remélem ez a mai nap hasznos lesz mindannyiunknak, jól fogjuk együtt eltölteni az időt, mind itt a prezentációk alatt, mind pedig amikor körbe megyünk a gyárban. Meg szeretném megkérni a kistelki polgármesterünket, hogy ő üdvözölje önöket. A buongiorno. Benvenuti a Kistelek. Good morning, welcome to Kistelek. May I say in our language? So, jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit Kistelek városa nevében. Meg szeretném kérdezni, hogy tolmácsi lehetőséget kapok-e? Excuse me, it's my mistake. Please take a look at the screen. The interpreter system is calibrated for your languages. If you can we jump to that screen to see? Could you please show the screen where the interpreter system calibration is shown? Next page, please. Yes. Yes, right. So if you use your interpreter system, your channel is shown on the screen. Sorry. Maybe this one is easy, no? So, még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, ő excellenciája, igazgató urak, végtelen nagy megtiszteltetés Kistelek városának, hogy egy ilyen gyárunk, egy ilyen üzemünk és egy ilyen rendezvényünk lehet. Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy egyben gratuláljak is. Gratuláljak a kistelekieknek, és természetesen gratuláljak annak a csoportnak, amit úgy hívnak, hogy Prismian, mert mégiscsak Kisteleknek hozott egy olyan lehetőséget, amire mind gazdaságfejlesztés terén, mind egyébként munkahelyteremtés terén óriási lehetőség. Én magam Kistelek városa részéről azt gondolom, hogy ma a legfontosabb feladatunk az,
nekünk, önkormányzatoknak, városvezetőknek, hogy hogyan tudjuk segíteni, hogyan tudunk együttműködni azzal a vállalkozással, azzal a befektetéssel, amely kölcsönös érdek mindkettőnknek, hogy annak fejlődése folyamatos lehessen. Én ebben a tekintetben fölajánlom minden segítségemet, ebben a tekintetben fölajánlom minden együttműködésemet. Tegnap is és többször is már egyeztettünk abban, hogy a város, illetve a város intézményei hogyan tudnak abban együttműködni, hogy a fejlődés az folyamatos és biztosított lehessen, és remélhetőleg az a jó kapcsolat, ami kialakult eddig, és folytatódik ezután, az tényleg mindkettőnk sikerét jelenti. Igazgató úr, kábelgyárvezetők, valamennyien, akik itt vannak, még egyszer Isten hozta önöket, érezzék jól magukat nálunk. Köszönöm szépen! At this point, I would like to invite Mr. Fanciulli to deliver his presentation. Thank you. So, gentlemen, do I need the microphone or it's enough? It's enough, great. Maybe for the interpreter, I just forgot that we have some friend downstairs and we need them to connect with my box. So, thank you to everyone for accepting our kind invitation. It's an honor for us to have you here, all our business partner. Thanks for paying our salary. Not so high, but thank you very much. So great company cannot exist without a great customer supporting our growth. Thank you the local authority and the national authority for allowing us to well survive in Hungary. Definitely a great place to live, a great place to invest. And more than that, many thanks to our ambassador, to honor us to be here, to support continuously our action, to live as a part of the Italian flag, well working in Hungary, even if we have less advertising than the big automotive, but we are here. We will be there, we are here since many years, and we will be here for at least the next 100 years. So let me bore you with some general information regarding our group, and what does it mean NKM, so Prysmian Magyar Cable Manufacturing Companies, and which is the investment we are talking about today, even though my colleague after me will go through it more in detail. So, the brief agenda of my presentation will touch basically this point. Let me start by showing you who we are. We are not producing a sexy article, we are producing cables. But with a clear view of our role in the life. Your life, my life, cannot work without energy. You can invent whatever sexy message you would like to do, but without vital connection to ensure energy to our daily needs, the world will be a very sad world. So, which is our mission and vision for the tomorrow of the countries where we are operating for. To enable high-tech solution to delight our customers, to delight and to improve the quality of the life of the millions of users of our product. In terms of value, and I would like to remark it once more, there are some points which are not negotiable. Integrity in everything we do. We are operating in a market. In the market, there is always a tough competition. Tough competition is welcome. Providing is a fair competition. What you will find from Prysmian is always integrity in whatever we are doing. No compromise on that. No dirty trick, no shortcuts.
excellence. Quality is never a compromise. There are many good friends, many good customers in the room. Don't try to deal with quality against price, because this is one of the unique areas where the flexibility will be less than zero. So we are who we are because of the quality and integrity of our product. Do not forget that even if a cabling system represented zero comma something of once you build an hospital or once you build a factory, if the zero comma something is a fake product, can create a disaster where many people can lose their life. So, quality is something that we are more German than German. Our parameter is more severe than automotive. Understanding, this is what we are trying to do every day. We are here to listen to you. We are here to show to you what we are doing, but also to take your advice. Without getting an understanding about what our customer wants, we can be self-referential, but we will not go anywhere. A long trip. Prysmian is a relatively new brand since 2005, once there have been the spin-off from Pirelli, but at the end is the longest lasting history in the cable industry in the world. Our story started with Pirelli more than 130 years ago. Maybe very few people know that Pirelli now is known by for the tire, but the first activity that Mr. Pirelli started was cable. So we were the pioneer of the cable industry. Then the company went through a great story of growth by organic growth, internal organic growth, and external acquisition. Across the years, we've taken over the best companies in the world, Siemens, BICC, the last one, Draka, in 2011, to come at the today positioning, being by far the worldwide leading company in the cable industry, both as far as energy cable are concerned and tele. We are a multinational company, and this is just not a slogan. So we are working throughout 50 different countries, 90 production plants, almost 20,000 people that every morning wake up and give their own best to satisfy our customer expectation. 17 R&D center, huge. We are the largest within the cable industry in terms of expenditure in research and development. More than 700 scientists owns more than 7,000 patents. You can say that the cables, all the cable looks the same. I would remark that it's not exactly like that. 7.3 billion euro turnover in 2015. You know very well that this also depends on the copper value, which is part of our structure, can be 8, can be 9, can be 6, depending also on the 50% component of our cost. How this 7.3 billion euro turnover is split across the geography? As you can notice, Europe is still the leading part, over 60%. But we are growing in an interesting way both in North America and Asia-Pacific regions, which are worth now almost 15% of our sales. In terms of business, 30% of it is coming from the utilities, almost 30-25% from industrial customers, 26% for trade and installers, so the general market, the rest is telecom. So basically, a fair split of business sources. Just one snapshot, we are leading all the sector we are competing in.
We are not a company that can stay at the 10th rank, otherwise we leave the game. Where we are operating, the majority of you knows very well. For the few guests that are not so much familiar with Prismian, our activities goes across all the channel, basically, from the large national utility to the industrial customer to the daily installers supporting your daily life. Another important chapter, which will not be touched today, but of course is part of our portfolio, is the telecom business. We are the largest again. We are connecting the world throughout our cable. Each one of you has most probably a smartphone and spending internet a lot of time. So you cannot do that if there is another carrier of information that provide you the service. And this carrier, I would say that in a large part of the world is mainly Prismian. Last but not least, our people. Someone is used to say that my competitor can come here and destroy with a bomb this fantastic factory. I will get the money somewhere and I will rebuild. It's a matter of time. But if someone will stole my people, I will be in a big mess. So, never forget that every morning, again, it's not like the lion and the gazelle in Africa, but every morning in the Prismian Africa world, 19,000 people wake up and make our life better. There are 19,000 families behind, and these deserve respect. Sustainability. We are conscious about our leading role. We are conscious about our social responsibility acting in this delicate field. Therefore, we are taking care about environment. We are taking care about sustainability in each investment we are doing. We are one of the few companies in Europe publishing, as you know, Prismian is quoted in the listed in the stock exchange in Milan. But we are also making aware all our shareholders and stakeholders about what we are doing on this respect. And we are one of the few companies publishing each year a sustainability balance sheet report, where all the people can measure us, our delivery with respect to the promise, what we are doing in this respect. Okay, so this is the big mama. The relatively small kids is Central-East Europe region. In Prismian now we are moving towards an organization composed by 6-7 macro regions. The Central East European region is the largest one. What does it mean? This is the animal, how it looks like. So basically, it's a small multinational, not so small, I would say, a mid-sized multinational company inside the big one. And these are the key numbers. So we are talking about 1.2 billion turnover, almost 3,000 people, split across the two headquarters. We have one in Budapest, one in Berlin, and 11 factories we have between Germany, Hungary, Slovakia, Czechia, and Romania. It's a melting pot. It's a real multinational company. You see 7 countries, 6 languages, 5 different currencies. So, there are no barriers, no boundaries, that's the world. So, we shall be accustomed to work without barriers. In the room, there are 50 respectable customers coming from 10 different countries. So, language barrier is an issue, yes, it is, but it's a relative issue. So, the world is moving in such a direction, we are prepared for that. Just for giving you an idea about the production volume, we are talking about an entity producing yearly base almost 250,000 tons of energy cable and more than 5 million fiber kilometers of optical cable for broadband connections. Big mama. The son, the nephew.
Rizmian Hungary. Also here it's a very long lasting story. We are operating in Hungary, as you know, with two different factories, one in Balassagyarmat and one in Kisterek. Kisterek this year celebrate 40 years of story in Hungary, but our story started from the very beginning. Also here, the names are different across the time, but the line is the same. So we started with the first cable factory in Hungary at the end of the last century, and we arrived till here. Different owner across the time, but we are the unique cable factories in Hungary. What does it mean so far? Rough numbers. In Hungary we are making almost 250 million euro turnover, done by 600 people, split across the two factories, Balassa and Kisterek, and headquarter in Budapest. The two factories, one is, repeat, Balassagyarmat, is a giant, more than 300,000 square meter ground, 90,000 coverage, 60,000 cable ton production, is a giant. The second largest in the group, one of the largest cable factory in the world. If you will allow us to grow, as I will show in the next slides, in the coming years, after Kisterek, we will try to invent something for Balassa as well. The sleeping giant, as I used to call it. The second baby is Kisterek. Kisterek is an old baby because it's 40 years. In the factory tour, you will see a mixed reality. There are the two new blocks we are launching today, opening today. In the middle, there is the old core factory. And then there are another 100,000 square meter ground waiting for something more attached to the plant. So Kisterek today is producing basically flexible building wire, cable for instrumentation and control, whilst the new production lines are mostly devoted on industrial application with rubber insulation material cable. As I told you, people is an asset, and I would say that people is the most important asset. What are we going to do in Hungary? What are we already doing, and we hope to finalize throughout the support of all the parties involved in the game. We are seeking for the best talent in the country to bring to work for us in Kisterek, in Balassa, and make our life, your life, better. So 24 top engineer, another 30 high qualified technician. We are expecting around 150-200 workers coming on board in the next 3 to 5 years. Moreover, we have already good management team in Hungary. And this good management team in Hungary is growing year by year. So 9 of them are already in the top management position. 36 of them will be educated for moving up. So we are not like the Chinese. We don't respect with the Chinese coming here. 100% of the management team is Chinese. 70% of the workers are Chinese. So you are not a colony. You are the country which are hosting us and allowing us to grow. And for growing, we need local good company managed by local good people. 80% of the Hungarian organization is done by, managed by Hungarian people. And I hope that one day will be 99.9, if not 100%. The last, I would like to show to you my dream.
for the press, not approved yet, disclaimer, not approved yet by the shareholders, but this is where we would like to go. So basically, to put another 30 to 50 million euro investment to do what? To double the sizing, close to double the sizing of the current operation in Hungary, and bring this unit, Hungary, to roughly 1,000 employees. So, I thank you very much for your attention, and now I would ask kindly to Her Excellency Maria Assunta Cini to give some word to the audience, please. Thank you and welcome to everyone. I'm really excited to be here today and to wear the family badge. It's like a big family I see here. Technicians, institutions, customers, and all those who make the product that we are selling around the world. Prismian is about connecting people. Prismian is about providing energy. Prismian is about innovation, R&D, Prismian is about growing together. And I am here to deliver a very special message from the viewpoint of the Italian embassy and the Italian government. There is room for growing together. There is still room for growing together. I think our economies have an element of complementarity that has to be exploited more and more. I have seen in the past few years a growing interest in the manufacturing sector, in the Italian manufacturing sector, to come and work in Hungary. Why? Because of the general stability of the country, but also because of the very conducive environment. Not in all areas, let's be frank, but in the majority of the areas that we are talking about, including manufacturing, industrial, export-oriented products, I think that there is still a growing potential, and I really think this should be an example for many, many Italian investors, because I sense that in the next few years, with some cooperation from the institutions, both in Italy and in Hungary, we can provide certainly a new growing factor for the economies of both countries. What is very interesting is that this kind of investment is beneficial both for Italy and for Hungary. There is a mutual interest, there is a balanced interest on both sides, which makes it attractive for our industrial systems. So I really hope that your dreams can come true. Thank I think the potential is there. I think the interest is there. We will follow with a lot of interest what you are doing. I'm sure that you will have the necessary and appropriate attention from the Hungarian authorities, because what you are providing here is not only jobs, which is of course important, it's important in Italy, it's important also in Hungary, but also development of skills, development of managerial and technical capabilities, and growth of the knowledge-based society in Hungary, which is a key factor for the overall growth in the future. So, best wishes. I really keep my finger crossed for the largest development possible in the next few years, and congratulations for Thank you very much. Now, after having taken the point of view of the Italian government, let me invite on the stage Mr. Robert Ježik, which is the president of IPA, to take also the point of view of the Hungarian government. Robert, thank you very much again for your coming. Thank you very much.
Is this also working? I hope so. Should. Yeah. Okay. All right, so ladies and gentlemen, Your Excellency, Mr. Mayor, thank you very much for inviting me to today's event. First of all, it's a great pleasure and a great honor for me to be here. And that has a number of reasons that I would like to talk about in the next few minutes. So first, if you allow me, I would like to talk about Prysmian and what is the importance of this investment from a government's perspective. And the second thing I would like to elaborate on is how does this project, how does this company fit into the strategy of the Hungarian government when it comes to foreign trade and foreign investments. So first of all, Prysmian, as it has been explained to you very well, a worldwide leader of the cable industry, and I have to contradict a little bit because I do believe it's a sexy product. So I have spent 15 years in the ICT industry, and I can confirm that without submarine cables delivering high-speed data between the continents, we would completely be unable to communicate with our so beloved smart devices today. So. Knowing that Prysmian is delivering 70% of those cables, we can at least thank 70% of our data communication with our partners and family members. So I think it's a very key product. And the fact that it's a large corporation having a worldwide presence, employing 19,000 people, as it was explained, further enhances the importance of the Hungarian footprint. This Hungarian footprint has been there for 130 years, so a very long tradition. As of today, the company employs 600 people at its two key locations, and of course the Budapest head office, out of which Kistelek today has 250. And we are here today to celebrate an investment that was just completed very recently in a value of 12.3 million euros. Creating 50 new jobs. And as I understand from Mr. Director, this is just the first step of a longer investment plan, and there are further phases in mind, so I hope we will have the chance to negotiate about those next steps and to make sure that we can also contribute from the Hungarian state perspective. So with those investments, Kistelek would be transformed to a center of excellence when it comes to flex rubber and fire-resistant cable production, which we believe is of key importance. So we'd be delighted to talk about the next steps. And now, using the example of Prysmian, I would like to explain to you how does this fit to the general strategy of the Hungarian government when it comes to foreign trade. So the concept is that we would like to follow a foreign policy which puts foreign trade and investment in the forefront. The reason for that is quite simple. I mean, we have a relatively small country and a relatively small economy. In the same time, it's a very open economy. So well, we have an export over GDP ratio, which is more than 105%. So actually, the value of the exports is bigger than the value of the GDP. So having a country like that, the only way you can be successful and have a long-term sustainable growth is if you're able to attract continuously investment. And at the same time, you're able to help companies which are in Hungary so that they are becoming export capable. So in this sense, we have here a world leader in its own sector coming to Hungary, investing with the latest technology, creating new jobs, and contributing to the exports of the country, because 80% of the turnover is going to external markets of Prysmian from Hungary. Not to mention the fact that we are here talking about an Italian company, and Italy is the fifth most important trading partner of our country. We have approximately 2,400 Italian companies in Hungary that have invested over 2.5 billion euros as of today and employ around 25,000 people. So the Italian economy and the Italian economic ties are very important to us. And I'm very happy to report to you that among the projects of future investments that we are negotiating about, we have 8 different Italian companies thinking about additional investments. So this confirms the statement of Her Excellency that
she also sees an increased interest from manufacturing companies from Italy in Hungary. So according to this strategy, the institutional framework of the Hungarian foreign trade has also been redesigned and reshuffled with the purpose of helping customers like Prysmian realize their investment plans. Basically, my institution, which is the Investment Promotion Agency, is responsible to attract foreign capital and also to help companies that are already established in the country by providing a one-stop shop consultancy, by providing information, by providing incentives and tax allowances. So this is what we will try to do also with the colleagues of Prysmian for future cases as well. And in the same time, we also would like to help the Hungarian small and medium enterprises so that they can become suppliers of the big FDI investors, such as Prysmian. There are additional institutions like the Trading House, which is responsible for export promotion, or the Exim Bank, which can provide preferential funding, preferential loans, export credit guarantees in line with OECD regulations. So, but I won't bore you with the institutional framework longer than that. I just would like to highlight to you that 2015 has been a very successful year from an investment promotion agency point of view and from investment promotion point of view. We've been able to conclude 67 investment projects successfully, which is the highest number ever. It has created about 13,000 jobs, which is again the highest number ever, representing a 21% growth. And we are very positive that we will be able to continue with this trend, since we, as of today, have negotiations with 172 different entities about potential investments. And 1 year ago, this number was only 96. So you can see that there is an increased interest, among that increased interest from Italian companies as well. And if I look at the international arena, we are happy to say that also the Financial Times just a few weeks ago recognized the fact that Hungary is an attractive investment location. Actually, it has ranked Budapest as a top destination in four different categories in the top 10 when it comes to European investment destinations. This was the same already the last time, but what is new is that besides Budapest, we see other cities. City of Győr was for the first time in the top 10 in the smaller cities category, and two regions of Hungary also mentioned as top attraction for foreign capital, Central Hungary and Transdanubia. So we hope that in the next period this can be further extended, hopefully with the south southeast Great Plain area. So from my side, I would like to thank once again the Prysmian Group for its continued commitment to Hungary, and from the government side, I would like to reassure to you that we will be there to support your future investment plans, both financially and in other aspects when it comes to government support. So thank you very much for listening to me, and I wish you a nice event. Thanks a lot. On the floor, Fabrizio Filippucci, which is the industrial director for East Europe, to explain you better what is the investment we are talking about. Fabrizio. Good morning, everybody, and thank you in order to be here. My target is to show you something about Kistelec and who is Kistelec today and what we did in the last 1 year. So, starting from some key figures about Kistelec. Here you can see the current picture about Kistelec. We have a total area of around 200,000 square meters, of which 36,000 full covered in this moment. So you can see that we have quite enough space for the grow, to continue our grow. And the total production of the last year has been almost 18,000 tons of cables. And for this year, we are forecasting to grow around 25,000-26,000 tons. The number of the total people we are speaking about around 260 persons with a turnover of 80 million euros, which is for export around 80%.
Short history of Kisztelek. We born 100 years after that Pirelli started his business in Italy in 1996. And you can see the growth of Kisztelek and the history of Kisztelek that started the production both for cables for energy and for telecom. Then after the acquisition of Siemens has been changed the scope of the factory only for energy cables, and then started to grow and to enter in the premium world with the acquisition of Pirelli. In the last 1 year and a half, we started our investment in November 2014, when we started the construction of the building for the part of the rubber lines. And we completed our investment by the end of the last year with the extension of the PVC cables part. Few words about what is the product range. This is the traditional product range of Kisztelek that are mainly PVC cables, which means cables for the transport of the energy for the low voltage connection and inside the house, this is for the building wire, and mainly the instrumentation and control. So the flexible cables, that is a typical product for Kisztelek. The new product for Kisztelek instead is the rubber cables. We just completed this investment, bringing here this new technology and this new product for Kisztelek. We are fully qualified for all the standard products, as you can see, just to complete one small family, one small segment. And we are producing here the well-known brand of our company, that is the Ozoflex. The growth in terms of volume among the last 5 years, you can see that we grow in step by step until the last year, more or less we can say 2,500 tons per year. And the big change, the big step will be this year after the two step of investment. And we need, in order to support this growth, to grow also in terms of people. And you can see that we had an organic growth in the last 4 years, but the big jump has been done between 2015 and this year, that we will increase around 85 persons between operators and engineers. It's an international team that modified the shape of this factory. Here you can see the old factory and in the right, in the left side, the old production building. And this is instead the shape of us it is today, Kisztelek. So first of all, we added the L building on the left side of the production area, or the old production area, where are located the six rubber lines, the six lines for the production of the rubber cables. Then we added the part for the extension of the PVC lines and all the stage of the process that we need in order to produce this type of cables. And we prepared also with what is shown there, the utility bridge, also this future step, because we needed to relocate all the underground pipes and the cables in order to prepare this station for the future. And we extended, obviously, also the packaging area in order to support the delivery to our customers of these new products. Some details about what we did from the industrial point of view. This is the part related to the rubber project. So you can see that we already installed four CV lines and CCV lines for the production of the small cross-section of the rubber cables, but also for the large cross-section. We are ongoing with the installation of the last two lines that we will finalize within 2 months. And then you will have also the opportunity to see from the real point of view these lines. Instead, the part of the PVC, sorry. Here is the PVC part. So as you can see from the pictures, we increased also not only the last stage of the process, but we reinforced our metallurgy area in order to support this growth in terms of volumes. And we reinforced also the part of the packaging.
We have two new insulation line, two new sheeting line, and also two new line machine in order to be able to produce around 8,000 tons of PVC cable more. And we also prepared the factory in order to be able to further grow. Here you can see that we acquired during the last 5 months more or less 100,000 square meters of land closer to our land that is already transformed as an industrial land, so ready for construct and to extend our building and to install more machines. Now we will move to see what will be our factory tour in order to show for you during this factory visit the new investment. So we are here in the canteen area. This is the canteen of the factory that we just adjusted in order to host you for today. And we will walk until the first project that we implemented this year. That is the rubber project. So we will go up on the tower to the extruder floor in order to see the equipment that are running. And from there we can have a look also inside all the rubber lines. Then we will go down and we will go back and come to the new area for the what we call step one, that is the first extension of the PVC cable. So we are waiting also for the future, ready for the future step. And here you can see all the machines that we installed there for the increase of the metallurgy part, the PVC line for the insulation and the sheeting. We will go out from this area and we will go to see our laboratory that we extended in order to prepare the capability of Kistelec also for testing the fire for the fire resistance cables, and you will see also the traditional part of the laboratory. Then we will go out and walk through the, we can say, logistic area, and we will come back here to the canteen in order to complete our tour. Few rules from the safety point of view that we will ask to you to respect. Two, we will give you this yellow jacket in order to be evident for the people that is working inside the factory and to avoid any risk for your safety. And please don't touch the machine because there are hot parts on the machine, so it could be dangerous for you. And please don't smoke inside the factory because we are a no-smoking factory, so you can smoke inside the factory, but we have a place if you need where you can also smoke. Today we will not give you safety shoes because we are too many and we will drive you in order to prevent any risk. How has been organized the factory tour? So as you can see, we have quite a lot of people and we splitted all of you in nine groups. Here I indicated eight groups. The ninth one is the press group that will be started after the first group. So as you can see, there is a column for each group and you will have two persons that will come with you. One, we can say, leader of the team that will explain for you during the factory tour, and another colleague that support you during the factory tour. Also because we are around 12, 14 people for each group, so we have to manage. Only one could be a little more difficult. As you can see here from the people that is involved, we are also in Kistelec, an international team. We are here people from different countries. That is also a way for us to transfer our knowledge between the different factories and between the different countries in order to support in the short time the growth of Kistelec. Each group will start every 5 minutes in order to have the right, we can say, distance between the group. We will try to follow a continuous path and we will ask you to not to stop too much because otherwise we have overlapping inside the factory visit. You will take outside your yellow jacket and I think that you have on your card the number of your group in order to be easy for you to identify, and please join your group, your guide.
Last things, but last remark, please don't make pictures, don't take movie inside the factory, because as you can imagine, we have some, we can say, some things that are important for our new one. Thank you, and we will join for the fountain. Thank you very much. And I would like to invite Mr. Fanciulli to make his closing remarks, and Your Excellency, Mr. Esik, and Mr. Nagy to make a symbolic opening of the factory. Yes, the closing remarks are closing because we bought it already from our since 1 hour. I hope you find it interesting, but I hope that you will find more interesting the factory tour, and we will find more interesting your reaction from tomorrow onwards, allowing us to fully saturate the plant capacity. By the way, Kistler capacity for my dear friends is already sold up to June, July, but for the people coming here, we can make exception, and if you need a shorter time, we will make you happy. So now I invite on the stage, Zoli, can we? So I would like to have our friend from Italy, from Hungary, so the Major and Gustav. Unfortunately, we cannot make a 1,000-meter cut, so it will be a symbolic ceremony. Thank you very much. Now I will use my soft voice. I'm Italian, you see it, so there are blood in my vein. So, good. Aren't we lucky we have the same colors? Oh, yes, yes. Good. So, if we will have some scissors, we can. Please, I guess Gusti with the majors, and I will use. Please. Gentlemen, if you want to cry, you are free to do it. Thank you very much. Best success. Következő adásunkat május 3-án, kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételekkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!